Bemutatkoztál az U21-es válogatottból, hogy most már két mérkőzésen is pályára léptél, és a szlovákok ellen győztes gólt is lőttél. Hogy látod, hogy élted meg ezt a bemutatkozást? Hát igen, nagyon boldog vagyok, az első meccsemben be tudtam találni. Nyilván akkor lett volna az öröm felettébb, ha ez ma is sikerül. Sajnos ez nem jött össze, 1-0-ra kikaptunk, de megyünk tovább, készülünk az EB-re, úgyhogy megyünk tovább tényleg is. Együtt marad a csapat remény. 2005-ös születésüként mutatkoztál be az U21-es válogatottba, azért vannak itt nagyon rutinos játékosok, ők mennyire, hogyan fogadtak? Hál' Istennek nagyon jól fogadtak, nagyon jó közösségbe jöttem. Ismertem igazából már pár embert, úgyhogy így nem volt nehéz a ismerkedés, úgyhogy hál' Istennek ez zöggenőmentes volt. Hogy látod, a pályán kivel értetted meg magad a legjobban, akár így az összjátékokat nézve, akár a gondolkodásotokat? Hát van Csazalánnal értjük meg talán szerintem a legjobban egymás, mint pályán kívül, mint pályán is. Úgyhogy szerintem ez kijön a pályán is, hogy mi nagyon jóba vagyunk pályán kívül. Igen, a Zoltán azt mondta, hogy nagyon jó benyomást tettél rá. Mit szólsz a mester véleményéhez? Hát nagyon boldog vagyok. Nyilván egy Fradi legendáról van szó, úgyhogy nagyon örülök, hogy vele tudok dolgozni, és örülök, hogy jó véleménnyel van róla. Már Fradi legenda, édesapád kint volt a mai mérkőzésen, megnézett? Kint volt, és édesanyám is kint volt, hál' Istennek. Akkor dupla volt az öröm. Beszéltél-e már velük esetleg arról, hogy láttak a pályán? Ő apuval váltottam egy két szót, de nyilván majd otthon beszéljük meg a részletesebben a dolgot. Visszatérve a szlovákok elleni gólodra, volt-e valami, amit kellett hozni a csapatnak, hogy ilyen gyorsan a bemutatkozáson mindjárt gólt lőttél, mert ilyenkor úgy tudom, hogy az a szokás? Hát énekelni kell a csapat előtt ilyenkor, úgyhogy nem ez a legjobb része a dolognak, de meg kell csinálni, úgyhogy vicces volt, ez biztos. Ők választanak dolgot, vagy te választasz? Én választok. És mi volt a választás? A fekete vonatot énekeltem. Melyik számot? Nem tudom, mi a címe. Hol van az? Az volt.